Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Évekkel ezelőtt Pece István arra vállalkozott, hogy újra népszerűvé tegye a gyerekek körében a harmonikázást. Idén harmadik alkalommal szerveződött meg a zenei tábor, és a visszatérő tanulók mellett sorra jelentkeznek újak is, akik közelebbről meg szeretnének ismerkedni ezzel a minden tekintetben sokszínű hangszerrel. Kéményi Tamás az egyik legismertebb magyar harmonikás is az oktatók között volt az idei harmonikatáborban. Ez már a harmadik alkalom, hogy az ifjú muzsikusok összegyűltek egy továbbképzésre. A harmonika egy nagyon-nagyon sokszínű, fantasztikus hangszer, bármelyik népnek a zenében megtalálható, tehát azt gondolom, hogy legyen az orosz, vagy bolgár, vagy szerb, vagy francia, német, tehát valami svábos muzsika, vagy éppenséggel magyar, mindegyik fantasztikusan megszólaltatható rajta. Én ugye elég sokféle hangszer közelében vagyok, már csak abból következően is, hogy nagyon sok kisgyereket tanítok, és ők mindenféle hangszeren játszanak. Az egy külön pikantériája a dolognak, hogy édesapám ugye harmonikás és trombitás is egyben, úgyhogy mind a két gyakorláshoz szokva vagy szoktatva vagyok. De itt, ahogy megfigyeltem már tavaly is, idén is, ahogy megérkeztek a gyerekek, egyrészt nagyon-nagyon várták a tábort, másrészt pedig tényleg olyanok, mint a teknősbékák, csak megfordulnak és előhúzzák, vonják magukon a hangszert, tehát innentől kezdve elindul a gyakorlás, le nem teszik, és mindenki, a nagyobbak mutatják azt, hogy hogyan kéne a kisebbeknek is, ide tedd az ujjad, oda tedd az ujjad, ezt így kéne jobban megcsinálni, és a nagyok ügyesen irányítgatják a kicsiket, a kicsik felnéznek rájuk, és azt hiszem, hogy ez a dolog, ez a közösségi szellem, illetve hát az, hogy egy ilyen csodás környezetben lehetünk Bátalpátiban, az Apponyi kúriában, ez így mind-mind hozzáad ehhez az életérzéshez. Egyre többen vonzódnak, és egyre többen választják hangszerükül a harmonikát. Ez mindig szoktam mondani, és több helyen már elmondtam, hogy ez talán annak köszönhető, hogy a 2000-es években, vagy a 2010-es években több neves előadó is bekerülhetett a tévébe, Szabó Ádám, Demenik Nisi is, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy országosan is gyakorlatilag elnyeri a harmonika azt a szerepét, hogy ne csak a vendéglátóhelyeken, vagy ne csak mulatozó zenét lehessen rajta játszani, hanem szinte mindenféle műfajban megállja a helyét ez a hangszer. Táncosaim is itt zenélnek, és a Kránclány Néptánc Egyesületek is nagyon fontos, hogy a harmonika utánpótlás meglegyen a kíséret miatt is, és személy szerint is nagyon fontosnak tartom, hogy ez a harmonika oktatás ez tovább menjen, és a Bonyhádi Német Önkormányzatnak is nagyon nagy kihívás ez, mert régóta szerettük volna ezt megvalósítani, hisz Bonyhádon csak a 60-es években volt harmonika oktatás. Férjem és Pece István akkor már együtt zenéltek, és nem csak akkor zenéltek együtt, hanem később is évtizedeken keresztül a Tiket zenekarban kísérték a Kránclány Néptánc Egyesületet, a férjem vezetett harmonika zenekart még a 80-as években Mórágyon és Cikón. Sajnos ez megszűnt, szerette volna később ezt folytatni, de sajnos a halála ezt nem tette lehetővé. És nagyon örülök annak, hogy a legjobb barátja, Pece István ezt átvállalta, és itt már 3 éve Bonyhádon elindult a harmonika oktatás. Thank you.
Újraindult az élet a Szekszádi Babits Mihály Kulturális Központban. Megnyílt a mozi, elindultak a táborok, ingyenes szabadtéri koncerteket szerveznek az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából, és gőzerővel szervezik a következő évad előadásait és rendezvényeit. A Babits Mihály Kulturális Központ újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A programok szépen lassan visszaállnak a régi megszokott rendszerbe. Örömmel tájékoztatom a kedves közönséget, hogy 2020. június 22-től a Babits Mihály Kulturális Központ és a telephelyeink zavartalanul újra a régi kerékvágás szerint működnek. Így a főépület a Kulturális Központ hétfőtől péntekig 8 óra és 20 óra között nyitva tart. Hétvégén pedig ugye rendezvényekhez igazítjuk. A Placi Ifjúsági Közösségi Tér is reggel 8 órától este 20 óráig nyitva tart, hétvégén pedig szintén a rendezvényekhez igazítjuk. A digitális jólét programpont várja azokat a kedves érdeklődőket, akik ugye a számítástechnika és a digitális világba szeretnének eltájékozódni. A veszélyhelyzet miatt elmaradt előadásokra a jegyvisszaváltások azok ugye folyamatosan történnek. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és 2020. június 22-től augusztus 15-ig lehet a jegyeket visszaváltani nyitvatartási időben itt a Kulturális Központban. Ugye a jegypénztár minden nap 14 órától 20 óráig van nyitva. Az elmaradt előadások nagy részét bepótolja a Művelődési Ház, már több rendezvénynek is van új időpontja. Ezen kívül már sikeresen zajlanak a gyermektáborok az intézmény szervezésében. Most már túl vagyunk a Mesterségek Mestere, illetve a Hercegnős táboron. Most hátra van még a Grimaszka tábor, ugye július 6-ától 10-ig, jön a Varázsecset tábor, július 13-ától 17-ig, szuperhős tábort fogunk szervezni augusztus 3-ától 7-ig, és kézműves alkotó tábort fogunk augusztus 10-től 14-ig szervezni. Úgyhogy jelentkezni és bővebb információkat szerezni pedig a gyermektábor@szekszardagora.hu címen lehet. Mindenkinek ajánlom ezt a kiváló tábort. Kis ajándékokkal készülünk a gyermekeknek, egyensapkával, kis babicsos szütyővel, kis babicsos kulaccsal, és természetesen nagyon kiváló ellátásban részesítik a munkatársaim a táborozni vágyókat, és arról nem is beszélve, hogy rengeteg élménnyel lehetnek gazdagabbak, akik ide jönnek, hiszen a mesterségeket és a különböző kézműves technikákat el tudják sajátítani itt a Kulturális Központban. Több ingyenes szabadtéri programot is szervez a Művelődési Ház az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. Örömmel ajánlhatom a figyelmükbe a térzene programunkat. Ugye az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára Fekete Péter támogatásával egy új komoly zenei program kerül megvalósításra, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy valamennyi 5000 fő fölötti településen visszahozzuk, és felcsendülhessenek klasszikus zenei kompozíciók, és a társadalom szélesebb rétegei számára népszerűsítse ezeket a régi dallamokat, így a komoly zene kerül most elsősorban górcső alá, így a parkokban, a zenei pavilonokban, közterületeken hallgathatják ezeket a kiváló klasszikusokat. Összességében azt mondhatjuk, hogy a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Működik közre ebben a projektben, és a Garai téren 16 órától rendszeresen minden szombaton találkozhatnak az érdeklődők ezzel a kiváló programmal. Örömmel ajánlom figyelmükbe a szekszárdi szabadtéri kultúrperceket is, ami egy sorozat, és tulajdonképpen a szekszárdi művészek, zenekarok, együttesek mutatkoznak be különböző tereken itt a városban, Szekszárdon, általában szerdán és szombaton, és eddig a Bartja Néptánc Együttes, a Human Brass Band, a Csobogó Együttes, a Kalus Trió, a Tücsörzenés Színpad, és még sokan mások voltak hallhatóak, és kiváló koncertekkel készülünk a jövőben is, és természetesen
készülünk az őszi programokkal. Már az Agora mozi is üzemel. A mozisok országos szövetsége pályázatot hirdetett a koronavírus helyzet alatt bezárt és ellehetetlenedett városi mozik megsegítésére. A megnyerhető támogatási összeg segíti az intézményeket az újranyitásban és a kárenyhítésben. A programjaink ugye szépen lassan visszaállnak a régi megszokott mederbe. Azt mondhatom önöknek, hogy a mozi az zavartalanul működik minden délután, és nagy örömünkre szolgál az is, hogy a Mozik Országos Szövetsége támogatni kívánja a kulturális központban működő kis mozinkat, ami azt jelenti, hogy annak a kötelezettségnek kell eleget tegyünk, hogy a mozi műsor 30%-a kell magyar filmekből álljon, és hogyha ezt teljesíteni tudjuk, akkor egy komolyabb anyagi támogatással, egy pályázati forrással segítik visszaállítani a mozit a régi megszokott menetrend szerint. Mindenkinek azt mondom, hogy vissza a moziba, és 2020. július 2-től 29-ig a Magyar Film hónapját tervezzük megvalósítani itt a kulturális központban. Számos magyar film lesz elérhető. A pályázat célja, hogy a magyarországi mozik segítségével népszerűsítsék a magyar filmeket és a magyar koprodukciókat, valamint, hogy visszacsábítsák a nézőket a vászon elé. A szekszárdi Agora mozi a pályázati kiírásnak megfelelően 1 450 000 forintra pályázhatott, amiből 20% önrészt kellett vállalnia, így a támogatási összeg 1 millió 160 000 forint lehet. A Vissza a moziba felhívása a Magyar Filmek hónapjává tette júliust, így az Agorában is látható lesz több magyar film is. Soha nem volt még hasonló a pécsi Zsolnai Kulturális Negyed M21 galériájában, írja közleményében a pécsi üzemeltető cég. Fúz György a Ferenci Noémi díjas keramikus és szobrászművész. Július 2-án nyíló kiállítása belakja a teljes teret, létrehozva így egy 1000 négyzetméteres mega installációt, amelynek címe Odu. A hivatalos megnyitó előtt az alkotó vezette körbe a sajtó képviselőit a kiállítóterekben. Raktár, kamra, kert, műhely, kápolna. Itt nyílt egy Kafka novella után Odu címen kiállítása, amit a hivatalos megnyitó előtt a sajtó képviselőivel járt be, és adott egy kis értelmezést a tárlathoz. Itt ebben a raktártérben, ebben, mint szerintem minden alkotónak, esetleg akár a műtermében megvannak az életmű fontosabb állomásai, azok a művek, amelyeket szívesen bemutat. Egy olyan raktár hangulatot szerettem volna létrehozni, amelyben láthatók a művek, mondhatni a cédulákon fönt van a nevük, listázva vannak, van egy bizonyos rend, és van egy bizonyos, hát hogy mondjam, lazaság is egy raktárban. Van, ami el van csomagolva, van, ami éppen ki van bontva, de végül is minden olyan fő munkám, amely az életemben mondjuk idáig megvolt, és itt ez azt jelenti, hogy 79-től tulajdonképpen itt vannak a munkáim, válogatva természetesen, de a főműveim úgy érzem, hogy itt vannak. A raktár után következik a kamra. Ez egy nagyon friss 15 mázsa anyagot dolgoztam be ebbe. Azt gondoltam, hogy kell egy ilyen átvezetés, tehát majd megint egy részeként fogom fel a kiállításnak, akkor kell egy ilyen kicsit ilyen lezárás, kicsit így ennek a korszaknak, ennek az expresszívemnek nevezhető munkáknak, amelyek látható, ezeknek egy ilyen kvázi kicsit ilyen lezárás, ilyen eszenciája, ami ebbe a nagy munkába szerepel. Tartva a kötött útvonalat, a kertbe jutunk. Több olyan szimpózióra jártam, ahol csináltam ilyen landartos munkákat, és talán ebből is adódik egy ilyen hatás, ha így veszük. De megpróbáltam ezt azért egy ilyen galéria szintre, hogy úgy mondjam, átírni. Tehát az, hogy ami hát nem újdonság, a világban nagyon sok felé történnek a galériákban, bizonyos akár építések, több minden ilyen jellegű installáció. Igen, van benne egy picikét ilyen landartos, tehát próbáltam a nagyon szép faanyagot,
a finoman kezelt padlón történő anyagoknak a rajzolatával egy olyan egyensúlyba hozni, amitől ez benne van. De mégis egy személyes kerti alakul. Itt visszajön, vagy bejön tulajdonképpen az a Kafka Odújában lévő olyan tér, amelyet ő várkertnek nevez, ahol szintén tulajdonképpen egy ilyen kicsit mondhatni ilyen játékos, de mégis egy ilyen személyes térként kezel. A kertből a műhelybe jutunk. Meg akartuk hagyni a hangulatot, tehát mondhatni még a kiállítás építésének a hangulatát is, meg a munkájának a hangulatát, tehát meghagytuk az anyagokat úgy, ahogy kellett. Sokszor nehezebb esetleg úgy hagyni és vigyázz, és azt mondani, hogy na hát ez végig természetes legyen, és ne legyen erőltetett ez a fajta megoldás. Igen, ebben ez egy ilyen érdekes átvezetés, tehát ezt a minden nap a műhelynek az érzése, amely a munkák mögött van, ezt szerettem volna ebbe a térbe. Az M21 teljes területét elfoglaló mega installáció a kápolnánál ér véget. A hatalmas téglatestet gyapjúval borította be a művész. Vehetjük egy ilyen meditációs térnek is, amelyben ez az anyag hozzá tud talán tenni a különlegességével, akár maga az egész forma is alkalmat ad arra, tehát ez a kicsit ilyen megfoghatatlan forma, hogy ez most micsoda, tényleg nem direkte kápolna, de maga a tér összességében ezzel az anyaggal együtt, ezzel a formával együtt lehet egy kápolna is valakinek, vagy legalábbis nekem azt a teret, ahova bemegyek, és ott valami olyan hatás ér az anyaggal, mindennel együtt, amit talán egy ilyet tud tükrözni. Én régebb óta használok gyapjút, de igazából mindig ilyen nagyobb installációra használtam, tehát kisebb munkákat nem csináltam belőle. Próbáltam, de valahogy nem jött össze, megmondom őszintén. És ennek a gyapjúnak a különlegesség, és érdekes, hogy tulajdonképpen maga a bánásmód, a felülettel történő munka, az nagyon hasonlít bármihez. Tehát mondjuk egy szépen megoldott kerámia felület, ez festett, vagy bármi, vagy éppen mintázott felület, az is hogy úgymond hozzá tud tenni. Itt is tulajdonképpen igazából azt gondolom, hogy az egész és a részek között, a rajta lévő részek között bízom benne, hogy megvan az az egyensúly, izgalmas, nagyon szép játékokat lehet a felületen csinálni, és maga vele történő munkálkodás azt tulajdonképpen, azt mondom, ugyanolyan, mint egy más anyaggal történő munka. Fontos az, hogy meglegyenek a rész egész közötti viszonyok, meglegyenek a finomságok, meglegyenek az egyensúlyok, a komponálás meglegyen benne. Tehát azt mondom, ilyen szempontból mindegy, hogy milyen anyaggal. Nekem ez az anyag, ez valami tényleg egy ilyen megfoghatatlan hatással bír, és talán azt hiszem, hogy most ebben a munkában egy ilyen nagyon szépen összeállt nekem az anyag és a forma és minden együtt. Talán a legjobban az eddigi munkáim közül, ami gyapjúból készült. Fusz György kiállítását szeptember 13-áig láthatja a közönség a Pécsi Zsolnai negyed M21-es galériájában. Akik az életben szerették egymást, azokat még a halál sem választhatja el. Ezzel a gondolattal emlékeztek meg Szekszárdon arról a mintegy 600 környékbeli zsidóról, akik 76 évvel ezelőtt a holokauszt áldozataivá váltak. A szekszárdi izraelita hitközség és Szekszárd megye jogú város közös megemlékezésén a zsidó vallási szokások szerint kavicsokat helyeztek el az áldozatok emléktáblájánál a szekszárdi zsidó temetőben. Ajzes Solaimo Ulaimo, Kuyase Solaimo Leno, Be Alkor Yisrael, Be Hirnu, Amen.
A szekszárdi és környékbéli zsidó áldozatokra emlékeztek a holokauszt 76. évfordulója alkalmából a zsidó temetőben, ahol márványtáblákon olvasható annak a mintegy 600 egykori lakosnak a neve, akik sosem tértek haza. A szekszárdi izraelita hitközség és Szekszárd megyei jogú város közös megemlékezésén emlékbeszédek és liturgiák hangzottak el. Módon meg lehet mindenről emlékezni. Itt a fő az emlékezetnek az a része, hogy emlékeztessünk. Tehát méltó módon a halottainkért, a mártírjainkért, minden esetben egy imával, és minden esetben egy halotti imával, amit kadisnak neveznek a zsidók, azzal emlékezünk, illetőleg még, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a megemlékezéseket, ezeket nem elrettentésül szánja a zsidóság, meg a zsidósághoz kapcsolódó más olyan szervezetek, akik ebben részt vesznek, akár mondhatnám az államot, akár a városokat, városvezetéseket, hanem azért, hogy emlékeztessünk, és arra felhívjuk a figyelmet, hogy még egyszer ilyen népírtás, tömegírtás, semmilyen jogcímre, hivatkozásra ne történhessen meg. Ez se etnikai, se politikai, semmilyen vonatkozásban. A jövő generációja számára főként azt az üzenetet hordja, hogy ez megtörtént, és ne történhessen meg. Ma én úgy látom, hogy a oktatásban nagyon-nagyon kicsi a holokausztra vonatkozó oktatási rész. Tehát hozzáteszem azt, hogy a mai fiatalság jó része nagyon minimális történelmi és olyan ismerettel rendelkezik, ami valójában ott kint történt azzal a több százezer, 600 000 magyar állampolgárral, magyar zsidóval, akik Magyarországnak hasznos tagjai voltak, és a világon azzal a 6 millió emberrel összességében. A térségbeli zsidó áldozatokról, ugye Szekszárdon volt hitközség, de nem Szekszárd volt, igazság szerint a Tolna megyében, én most ezt a térséget Tolna megyére értelmezem, Tolna megyében nem a szekszárdi zsidóság volt a meghatározó létszámú. Tolna megyében sokkal nagyobb létszámú volt a bonyhádi és a paksi zsidóság. Sokkal nagyobb létszámú, sőt, megmerem reszkírozni, hogy talán a bonyhádi volt a legnagyobb létszámú, hiszen ott két zsinagóga is volt, külön temető az ortodoxoknak, a neológoknak, és gyakorlatilag egyrészt a holokauszt, vagy ahogy a zsidók mondják, Soá hatására, eredményeképpen, ugye, mert a zsidóságot elpusztították, másrészt pedig a félelemből, az elvándorlásokra gyakorlatilag Bonyhádon nem maradt zsidó ember. Tehát Bonyhádon. Pakson körülbelül ugyanez a helyzet. Szekszárdon mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy a maradékok maradéka vagyunk, és amíg van, addig lehetőségünk, tehát amíg van lehetőségünk, addig ezt a hitközséget éltetjük, és megemlékezünk a környékről, mert annak idején is a Őcsény, Decs, Fad, Tolna a Szekszárdhoz kötődött, hiszen itt volt zsinagóga, és itt volt rabbi annak idején. A koronavírus okozta helyzet nem tette lehetővé az egykori zsinagógában a szokásos ünnepi műsor megtartását, mert erre már nem jutott idő felkészülni. De így is örömmel töltötte el a közösséget, hogy idén sem maradt el a megemlékezés. Egy olyan különleges időszakban élünk, ahol a vírus veszély miatt ugye erősen le vannak redukálva az emberi kapcsolatok, a gyülekezések, istentiszteletek, és ezért külön öröm, hogy ez sem tudta megakadályozni, hogy meg tudtuk tartani a megemlékezést. A Bibliának is arra
mondatára Sámuel második könyvéből, hogy még ez a veszély sem tudta a szeretteinkről való megemlékezést elszakítani, eltépni. Tehát, hogy még most is meg tudtunk emlékezni a szeretteinkről, ahogy az írásban is mondja, hogy ugye még a halál sem választhatta azokat, akik szeretik egymást. Azt gondolom, hogy egyrészt az idősebbek, akik ezt a nagyon nehéz vészkorszakot átélték, egy erőt ad, hogy tovább tudjanak élni, hogy tovább tudják csinálni, tovább tudják fölvállalni azt, amik, hogy tovább tudjanak zsidóként élni. Minden ilyen mártír megemlékezés úgy érdem, úgy értékelem, hogy az idősek számára egy megerősítő, egy identitás megerősítő, amivel ők többként tudnak hazamenni, mint ahogy idejöttek. A fiatalabb generáció talán már nem annyira tájékozott, hogy mi történt a múltban, de egy ilyen megemlékezés az mindenképpen segíti a fiatalságot, az ifjúbb generációt abban, hogy elgondolkozzanak, gondolatot ültessünk az elmékbe, hogy mi is történt, hogy ha ők is úgy érdik, hogy utána tudnak nézni, egy gondolatot tudunk nekik adni, hogy nézzenek utána, mi történt. A zsidó vallási szokások szerint a megjelentek emlékkövek lerakásával nyilvánították ki tiszteletüket a mártírok iránt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!